A nyomozók szerint nem csak megölte korábbi cimboráját egy férfi, de a halott embert fel is akasztotta, hogy öngyilkosságnak tűnjön a dolog. Ő egyébként mindezt tagadja. Megvertek, majd sorsára hagytak egy férfit várpalotán tavaly télen. Az ájult ember megfagyott. A család pedig nem érti, hogy a tetteseknek miért nem emberölésért kell felelniük. Soha nem bundáztam, mondta stábunknak az ismert edző Acél Zoltán, akire 10 év letöltendőt kért az ügyészség, de a bíróság végül egyet sem adott neki. Sűrűn betért a helyi kocsmába az a buszvezető, aki 25 gyerekkel ment a fának, szintén ittasan a napokban. Könnyen lehet, hogy börtönbe jut majd. És elhiszik-e a bankárnak, hogy nem szándékosan ölt meg 2 indonéz prostituáltat, vagy igazolódik a régi hiedelem, hogyha pénzed van, bármit megúszhatsz.